Nagyon régóta dolgozunk már az elektronikus számlázási terelésen vagy ösztönzésen az ügyfelek irányába, és az elmúlt években mindig valamilyen anyagi ösztönzőt adtunk az ügyfeleknek, hogyha hajlandóak ezeket a megoldásokat választani, és azon gondolkodok a kollégákkal, kéne valami más csinálni, ami jobban megfelel a kor vívmányainak, és kapóra jött ez a lehetőség így a Mastercarddal, hogy mondjuk azt az ügyfeleinknek, hogyha ők elektronikus számlát választanak, akkor mi a nevükben elültetünk egy pár. A 10 millió fa keretein belül mi voltunk itt a legtöbbet ültető csapat, akik az országos, tehát mi nagyságrendek hoztuk az országos ültetésnek az egy harmadát körülbelül minden ültetésen. És ugye így ismertek meg bennünket, hogy mennyire hatékonyan és jól dolgozunk. Nekünk kell tenni azért, hogy a klímaváltozást így megállítsuk, vagy javítsunk ezeken a folyamatokon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jó látni, hogy ilyen sokan vannak itt. Jó érzés volt azt látni a kampányban, hogy mennyi ügyfél motivált arra, hogy lemondjon akár egy számlajóváírásról, és helyette egy ilyen nemesebb cél érdekében tegyen egy minimálisat, ami neki nem kerül sok erőfeszítésébe. Viszont a természetnek, a környezetnek egy óriási lépés tud lenni az, hogyha a fák számát tudjuk ezzel növelni. A víz után nagyjából azért így az erdő a második kedvenc. Én azt érzem, hogy a fák akkora energiát képviselnek, ami egy fantasztikus dolog, hogyha az ember így ezt érzi, tudja érezni. És nagyon szeretek minden olyan lehetőséget megragadni, amikor ki tudunk szakadni ebből a mókuskerékből, és el tudunk menni a természetbe, és látni szép helyeket, és csak sétálni, és nézni a természetben a szépségeket. És hogyha tudunk tenni azért, hogy ezt létrehozzuk, az meg egy külön jó érzés nekem. Ugye a vállalásunk az 30.800 pár darab fa, de most addig hoztuk innen-onnan a fákat, hogy most jelen pillanatban 48.000 csemeténk van, amit itt el fogunk tudni ültetni, csak ugye kell a sok dolgos kész hozzá.